Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Többek között figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral élő fiatalok életét követi 5 éven át egy klinikai pszichológus és csapata. Ezek a zavarok attól függően, hogy hogyan diagnosztizálunk és hogyan mérjük a tüneteket. Magyarországon körülbelül a fiatalok és fiatal felnőttek 15%-át érintik, tehát ez egy elég jelentős része a populációnak, tehát szerintünk ezért is kifejezetten fontos mindennek az életkornak, a fejlődési stádiumnak, mint pedig ennek a populációnak a további vizsgálata. Bár úgy tűnik, mégsem tudunk mindent a Földünk tektonikai életéről. Bár a társadalomban az a kép van általában, hogy hát ez egy köztudott dolog, és végsőkig lerágott csont, hogy ez már ismert, hogy a litoszféra miért rideg, és miért úszik az asztenoszférán, ami pedig képlékenyebb, de ez igazából nem így van, hanem ez most is több mint 50 évvel a modern lemeztektonika megszületése után tulajdonképpen egy erősen vitatott dolog, és mi erre próbálunk egyfajta újszerű megoldást kínálni, illetve nyújtani. Mai műsorunkban két frissen induló MTA lendületkutató csoport munkáját mutatjuk be. Bunfor Nóra klinikai szakpszichológus, az MTA tudományos munkatársa, többek között figyelemhiányos, hiperaktivitás zavarral élő fiatalok életét követi majd, hogy megismerje a betegség védő vagy rizikófaktorait. Ezek tudatában javítani lehet majd a megelőzési és a kezelési módszereket. Én különböző serdülőkori pszichiátriai zavarokkal foglalkozom, azon belül is az úgynevezett externalizációs zavarokkal, ami az oppozíciós és a viselkedés zavar, vagy magatartás zavar, illetve egy idegi fejlődési rendellenességgel, az ADHD-val, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral. És én ezeknek a zavaroknak a kapcsolatát vizsgálom serdülőkorú fiataloknál, és a zavarok kapcsolatát az érzelmek szabályozásában fellépő nehézségekkel, vagyis az érzelmi diszregulációval. A kutatási témának egy fontos része még ezeknek a zavaroknak és az érzelmi diszregulációnak a kapcsolata a különböző funkcionális következményekkel, tehát olyan dolgokkal, amik a serdülők, a fiatalok és a családjaik mindennapi életének szempontjából fontosak. Tehát a fiatalok iskolai funkcionálásával, szereplésével, agressziójával, alkohol és drogfogyasztással és ilyen egyéb negatív következményekkel. Itt alapvetően több különböző betegségről beszélünk. Milyen tünetei vannak ezeknek a betegségeknek? Az ADHD főbb tünetei ugye a betegség nevéből is kiderül, tehát a figyelemhiány, továbbá a hiperaktivitás és az impulzivitás, tehát a túlzott mozgás, az, hogy valaki sokat izeg mozog, nem megfelelő körülmények között vagy helyzetekben is túl sokat mozog, tehát amikor tőle mondjuk egyébként az lenne elvárva, hogy nyugton üljön vagy csendben játszon, ő neki ezzel nehézségei vannak, hirtelen gondolkodás nélkül cselekszik, belevág mások szavába, becsatlakozik mondjuk egy játékba úgy, hogy nem szól a társainak, tehát szintén ez a hirtelen impulzív viselkedés. Az oppozíciós zavar főbb tünetei a negativisztikus viselkedés, szabályokkal való szembeszállás, a felnőttekkel való szembeszállás, hisztis viselkedés, hisztirohamok, tehát ilyesmi viselkedések igazából. Konokság, agresszió itt is jellemző. A viselkedés zavar pedig már az úgymond komolyabb fiatalkori bűnözői vagy antiszociális magatartásokat is magába foglalja, tehát ilyenek például különböző dolgoknak a felgyújtása, esetleg lopás, csalás, otthonról kimaradás, esetleg testi sértés, állatok és más emberek iránti agresszió. Mi okozza ezeket a betegségeket, illetve javíthatóak ezek a tünetek? Azt, hogy mi okozza ezeket a betegségeket, hát általában a pszichiátriában ezekre a fajta kérdésekre nem tudunk egyszerű választ adni, de szerencsére úgy érzem, hogy azért tudok erre válaszolni. Tehát ezeknek a zavaroknak úgymond biopszichoszociális okai vannak, ami azt jelenti, hogy vannak mind úgynevezett biológiai vulnerabilitások, tehát különböző biológiai, genetikai, idegrendszeri, fiziológiás, úgymond rizikófaktorok, amik a zavarok kialakulásának az esélyt növelik, ugyanakkor nem feltétlenül garantálják. Ezért hívjuk őket rizikófaktorok. Tehát, mint mondtam, biopszichoszociális, tehát ennek a biológiai rizikófaktorok részéről most beszéltem, pszichés és szociális, ezt összefoglalva úgy mondanám el, hogy az egyénnek a különböző tulajdonságaival összefüggésbe hozható, tehát a különböző személyiségjegyeivel, magatartásformáival és hasonlókkal, illetve a szociális környezet is ezeket
a biológiai rizikófaktorokat úgymond felerősítheti, és a tünetek megjelenését ezáltal előidézheti, vagy a biológiai rizikófaktorok súlyát csökkentheti, és ezáltal a tünetek megjelenésének a valószínűségét is csökkentheti. Tehát elég komplex mechanizmusok állnak ezeknek a zavaroknak a hátterében, és azzal kapcsolatban, hogy mennyire kezelhetők ezek a zavarok. A jó hír az, hogy mindhárom zavar esetében, amivel én foglalkozom, vannak nem csak gyógyszeres, de pszichoterápiás kezelések is, amelyek a tüneteket mutató gyerekek, serdülők vagy fiatal felnőttek jelentős számánál hatásosak. Sajnos elég nagy számban vannak olyanok is, akik nem reagálnak pozitívan ezekre a kezelésekre, vagy akik rövid távon pozitívan reagálnak a kezelésekre, de később újra tüneteket mutatnak. Többek között igazából ez is egy fontos aspektusa az én vizsgálatomnak, mert mi egy longitudinális, vagyis hosszmetszeti vizsgálatban szeretnénk nézni, hogy mik azok a jellemzők, amelyek például a tünetek és ezek a negatív károsodásokat fenntartják hosszú távon, illetve ezeknek a csökkenéséhez hozzájárulnak hosszú távon. Ez a longitudinális megfigyelés a gyakorlatban mit jelent majd? Mivel foglalkoznak a lendületkutató csoportban? Többféle megközelítés jellemzi ezt a kutatást, abból a szempontból többféle mérési módszert fogunk alkalmazni, és a fiatalokat 5 éven át követjük. Ami azt jelenti, hogy évente 2-szer behívjuk majd őket, hogy jöjjenek be hozzánk az intézetbe, vagy a klinikára, és akkor ott fogunk velük különböző méréseket végezni, illetve a szüleiket is megkérjük majd, hogy töltsenek ki kérdőíveket a fiatalokkal kapcsolatban, illetve válaszoljanak kérdésekre, és a tanáraiktól is szerzünk majd információt. A több módszeres megközelítés pedig abból áll, hogy mi pont ezt a biopszichoszociális megközelítést szeretnénk feltérképezni a méréseink által is, abból a szempontból, hogy fogunk biológiai méréseket végezni, tehát lesz genetikai vizsgálat, lesznek a különböző agyi funkciókat mérő vizsgálatok, tehát fiziológiás vizsgálatok, illetve a pszichoszociális részét megfigyelhető viselkedés által is mérni fogjuk, illetve ugye a kérdőíveken keresztül, amiről beszélt. Mi a cél? Mit szeretnének megtudni? Vagy úgy is kérdezhetném, mivel lenne elégedett 5 év múlva a program végén? Az a fő célunk, hogy feltérképezzük azt, hogy a fejlődés során különböző életkorokban és a fiatalok, tehát ahogy növekednek az évek során, melyek azok a jellemzők, amelyek alapján tudjuk, hogy hosszú távon melyik fiatalnál milyen kimenetek várhatóak. Tehát ez a védő és rizikófaktorok kérdés az egyik fő kérdése a vizsgálatnak, tehát melyek azok a biológiai, viselkedésbeli, fiziológiai és személyiségbeli és a többi jellemzők, amelyek a különböző negatív következmények megjelenésének a valószínűségét növelik, illetve melyek azok a jellemzők, amelyek a negatív következmények valószínűségének megjelenését csökkentik. Tehát, mint mondtam, a negatív következmények olyasmik lesznek számunkra érdekesek, mint például az alkohol és drogfogyasztás, agresszió, kockázatos autóvezetés, kockázatos szexuális magatartás, társas károsodások, szociális kapcsolatokban való károsodások és iskolai károsodások. A serdülőkor egy nagyon úgymond kritikus időszak mindezeknek a zavaroknak a lefolyása szempontjából, a tünetek szempontjából, mind az érzelmi szabályozás kialakulásának szempontjából, és többek között azért is ezt a fejlődéstani szakaszt szeretnénk majd vizsgálni a kutatócsoportommal, illetve azt is szeretném még hozzátenni, hogy ezek a zavarok attól függően, hogy hogyan diagnosztizálunk és hogyan mérjük a tüneteket. Magyarországon körülbelül a fiatalok és fiatal felnőttek 15%-át érintik, tehát ez egy elég jelentős része a populációnak, tehát szerintünk ezért is kifejezetten fontos mindennek az életkornak, a fejlődési stádiumnak, mint pedig ennek a populációnak a további vizsgálata. Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk. Folytatódik a Szigma, a holnapvilága. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik. Egyre több helyen agrorobotokkal csökkentik a vegyszerek használatát a mezőgazdászok. A mesterséges intelligencia fejlesztése egyre szélesebb körben válik elterjedté, alkalmazásuk számos előnnyel jár, így egyre több vállalat fektet fejlesztésükbe. Egyes mezőgazdasági robotok képesek különböző növények azonosítására, így a négykerekű szerkezet sokkal pontosabban tudja meghatározni a gyomnövények helyét, ezáltal a gyomirtót is precízebben juttatja el a megfelelő helyre. A robotoknak köszönhetően
egyszerűen a gazdák egyre kisebb mennyiségű vegyszerrel is ugyanolyan hatékonyak tudnak lenni. A napenergiát hasznosító robotok képesek akár 12 órán át megállás nélkül dolgozni. A működtetésükhöz használt technológia nagyon hasonlít az önvezető autók rendszereihez, és okostelefonnal is irányíthatóak. Valószínűleg megtalálták az emberi intelligencia ugrásszerű fejlődéséért felelős géncsaládot a kutatók. A vizsgálatok szerint a több mint 3 millió évvel ezelőtti véletlenszerű genom újrarendeződés után őseink agytérfogata háromszorosára nőtt. David Hassler és kollégái a majmok és az emberek agyi fejlődését vizsgálva kulcsfontosságú különbséget találtak. Megállapították, hogy a NOTCH2NL géncsalád fontos szerepet játszott az emberi agy növekedésében. Arra is rájöttek, hogy ezek a gének idegsejtjeink számára is hatással vannak. Késleltetik az őssejtek idegsejtté válását, ami nagyobb számú idegsejt termelődéséhez vezet. A kutatók most úgy gondolják, hogy a nagyobb számú idegsejt termelésének elősegítésével ezek a gének teremtették meg az intelligencia alapjait, de a sejtek megfelelő összehangolásában valószínűleg több száz másik gén is közreműködött. Szigma. A holnap világa. Tudomány első kézből. Iskolai tanulmányainkból azt gondolnánk, hogy már mindent tudunk Földünk lemeztektonikai mozgásairól, összetételéről, ám ez korán sincs így. A Pannon medence ráadásul különleges terület. A Pannon litoszkóp lendület kutatócsoport a következő 5 évben komoly vizsgálatokkal méri fel, mi történik a képlékeny és a szilárd rétegek között. A csoport vezetőjével, Kovács István János geológussal, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézetének tudományos főmunkatársával beszélgettem. Tulajdonképpen a csoportnak a legfontosabb feladata az, hogy a Pannon-medence alatti litoszférának és a asztenoszférának a határát geofizikai módszerekkel lehető legfontosabban meg tudjuk határozni, és ehhez kidolgoztunk egy olyan új kőzettani geokémiai modellt, amelynek segítségével sokkal pontosabban reményeink szerint megérthető az, hogy ezen a határfelületen milyen folyamatok történnek, és ugye ennek a jelentősége igazából abban rejlik, hogy ennek a segítségével sokkal pontosabban megérthetők azok a folyamatok, amelyek miatt ugye a kőzetlemezek elmozdulnak az alatta lévő képlékenyebb asztenoszférán, és ennek a felhasználásával pontosíthatóak lesznek ugye egyrésztről a hazánkat, illetve a tágabb régió, Kárpát-Pannon régió alatti geológiai folyamatok, amiben természetesen beletartoznak a területet érintő földrengések, illetve ugye a fiatal vulkánosság is. Ezekre vonatkozóan remél a csoport izgalmas új eredményeket. Egy picit tegyük helyre a fogalmakat, ugye nyilván a hallgatók nagy többsége azért nem tudja kapásból, hogy mi az az asztenoszféra, illetve mi az a litoszféra. Ez igazából azt jelenti, hogy a Földnek van egy viszonylag rideg külső öve, amelyet tulajdonképpen a litoszféraként nevezhetünk, és hogyha nagyon leegyszerűsítjük a dolgokat, akkor tulajdonképpen a litoszféra az a rideg hajó, ha úgy tetszik, amely úszik tulajdonképpen az asztenoszférán, amely az alatta lévő jóval képlékenyebb öve a Földnek. Tehát azt mondhatjuk, hogy az asztenoszféra a mélyebben elhelyezkedő öv, az egy képlékeny, plasztikusabb öv, amelyen a külső ridegebb kőzetlemezek úsznak. Na most igazából az egész csoportnak, illetve magának a programnak az újdonságát az adja, hogy ez idáig, bár a társadalomban az a kép van általában, hogy hát ez egy köztudott dolog, és végsőkig lerágott csont, hogy ez már ismert, hogy a litoszféra miért rideg, és miért úszik az asztenoszférán, ami pedig képlékenyebb, de ez igazából nem így van, hanem ez most is, több mint 50 évvel a modern lemeztektonika megszületése után tulajdonképpen egy erősen vitatott dolog, és mi erre próbálunk egyfajta újszerű megoldást kínálni, illetve nyújtani. A Pannon-medence különleges területnek számít ilyen szempontból, vagy azért itt kutatnak, mert itt vagyunk? Nem, valóban a Pannon-medence a geológusok, geofizikusok számára mondhatom azt, hogy nem csak most, hanem tulajdonképpen a lemeztektonika kezdeteitől kezdve egy rendkívül izgalmas terület, aminek az oka az, amit egyébként nyilván a hétköznapi emberek is mindig tapasztalnak az állampolgárok, hogy ugye rengeteg hőfürdőnk van, tehát termálvizeink vannak. Na most ennek az a nagyon egyszerű oka, hogy itt a Pannon-medence alatt ez a képlékeny réteg az asztenoszféra, amelyen ugye ez
ezek a rideg lemezek úsznak, ez sokkal sekélyebb mélységben van, és ugye ennek a hőmérséklete magas, és ugye ezáltal sokkal nagyobb hőáram van, ami ahhoz vezet, hogy Magyarország termálvizekben rendkívüli mértékben gazdag, nemzetközi léptékben is. És a másik dolog, ami ugye ezzel összefügg, hogy ez a felület ebből adódóan, tehát a litoszférának és ugye az asztenoszférának a határa sokkal jobban tanulmányozható, mint bárhol máshol a világon. Tehát nem véletlen, hogy a Pannon-medence tulajdonképpen, ha azt mondom, a 60-as, 70-es évektől kezdve a földtani kutatásoknak, a nemzetközi földtani kutatásoknak is a élvonalába volt, és hát rengeteg klasszikus eredmény született ezen a területen. Tehát igazából otthonunk a Pannon-medence egy rendkívül jó terület arra, hogy a globális lemeztektonikát is sokkal jobban meg tudjuk érteni. Említette a geofizikai módszereket, ez a gyakorlatban mit jelent, hogyan néz majd ki a vizsgálatuk? Két módszerre fogunk hagyatkozni, az egyik az a szeizmikus hullámokra alapozódik. Ez tulajdonképpen ugyanolyan, amikor bemegyünk az orvoshoz, és akkor egy ultrahangos felvételt készít a belső világunkról. A szeizmika az tulajdonképpen teljesen ehhez hasonló, tehát a szeizmikus hullámoknak a detektálásával, ilyen szeizmológiai állomások segítségével tulajdonképpen letapogatjuk a föld belsejét, és amire mi különösen kíváncsiak vagyunk, az az, hogy mi történik ennek a két teljesen eltérő jellegű földövnek a határán, tehát ugye az egyik ez a külső rideg litoszféra, és ugye alatt ez a képlékeny asztenoszféra. A másik módszer az kicsit eltérő, az egy magnetotellurikus módszer, úgy nevezik, az pedig a kőzeteknek a vezetőképességére alapozódik. Itt a kontrasztot az adja, hogy még a külső kőzet, a litoszféra az alacsony vezetőképességű, tehát ugye nem vezeti igazán az áramokat, addig az asztenoszféra jól vezet. Azt a kontrasztot tudja látni. Hát végeredményben a szándékunk az tulajdonképpen az, hogy ezzel a két különböző módszerrel belássunk a föld belsejébe, és ezeken a vizsgálatokon keresztül az eddigieknél sokkal pontosabb modellt tudjunk felépíteni arra vonatkozóan, hogy a külső rideg kőzetöv, illetve az alatta lévő képlékenyebb kőzetöv határán milyen kémiai, fizikai folyamatok játszódhatnak le. A lendületprogram 5 éves, 5 év múlva ön mivel lenne elégedett? Igazából erre a kérdésre két válasz van, az egyik az a optimista forgatókönyv, az pedig az, hogyha ez a munkahipotézis, amiből kiindulunk, beigazolódik, hogy ugye egy kis mennyiségben jelenlévő víz vagy hidrogén határozza meg tulajdonképpen ennek a két kőzetöknek a különbségét, akkor ez olyan reményeink szerint nemzetközileg is érdekes eredményeket fog hozni, ami megváltoztathatja azt, hogy ma mi a lemeztektonikáról, a lemezek mozgásáról gondolkodunk, és egy teljesen új elképzelés, egy új modellt kell a földtani szakmának tulajdonképpen magáévá tenni. Ez egy optimista forgatókönyv. A idézőjelben a pessimista, azért ez sem pessimista, az pedig az, hogy a hazánk alatti föld öveknek a szerkezetéről minden eddiginél fontosabb képet fogunk kapni, ami igazából a hazai szakma számára óriási jelentőségű lesz, mind ugye a geotermia, tehát a geotermikus energiának a kihasználása szempontjából, mint pedig a földrengések előfordulásának a megértése szempontjából érdekes lehet. Most már másodszor emlegette a földrengéseket. A gyakorlatban mit tudhatunk majd meg ebből a kutatásból? Nyilván azt nem, hogy mikor lesz földrengés, mert annak az előrejelzését ugye elég nehéz megmondani, de azt meg lehet-e mondani, hogy melyek mondjuk a veszélyeztetettebb területek Magyarországon ilyen szempontból? Valószínűleg ez a kutatás hozzá fog tudni járulni ahhoz, hogy akár erre vonatkozóan is ugye új információkat kapjunk. Ugye abból kifolyólag, hogy ha a munkahipotézisünk beigazolódik, akkor ugye azonosítani tudjuk azt a földövet, ahol ugye a legnagyobb mértékű elmozdulás történik, és ebből adódóan számítógépes, illetve analóg modellekkel, amelyek tulajdonképpen olyan modellek, mint amikor most tényleg nagyon leegyszerűsítve a homokozóba játszunk, és felépítjük tulajdonképpen a Földet, és egy laboratóriumba ezt modellezzük, tehát két ilyenféle modell segítségével. Előre tudjuk jelezni, illetve modellezni tudjuk azt, hogy a deformációs övek, például a Pannon-medence esetében is hova koncentrálódhatnak. Amennyiben végig tudjuk vinni ezt az egészet, és ilyen modelleket képesek leszünk felépíteni, akkor valóban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy hol lehetnek azok a gócpontok itt a Pannon-medencében is, ahol nagyobb valószínűséggel várhatóak ilyen mozgások, és hogyha ezen
túltekintünk akár ugye a tágabb régióba is, akkor akár a francia zónának a földrengéseit, tehát ugye a Kárpát-kanyar területének a földrengéseit is reményeink szerint akár jobban meg tudjuk majd érteni. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.